Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés. A Lehet más a politika az elmúlt években 8 alkalommal tett kezdeményezést a házban arra, hogy a 25 éves szennyest végre takarítsuk innen ki. 8 alkalommal tettünk kezdeményezést, és már legalább egy alkalommal tettünk kezdeményezést az akta nyilvánosságon túl arra is, hogy az Orbán kormány járjon el Moszkvában annak érdekében, hogy a magyar vonatkozású KGB-NKVD iratok legyenek kutathatóak. Én természetesen örülök, hogyha követőkre találunk, és természetesen örülök annak is, hogyha mások annyira egyetértenek az LMP indítványaival, hogy gyakorlatilag a copy-paste másolják. Szerintem ez egy derék dolog, egészen odáig, hogy még az is ugye a mi javaslatunkban szerepelt már 3 évvel ezelőtt, hogy legyen büntetőjogi szankciója valóban annak, hogyha valaki törvényellenesen felhatalmazás nélkül birtokol ilyen titkos iratokat. Egyetlen egy kérdés merül föl, hogy tehát ezeket a javaslatokat mi nem lehetett akkor megfogadni Bajnai Gordon pártjának, amikor még nem volt, viszont Bajnai Gordon miniszterelnök volt, illetve kormánytag volt. Az önök alapítója tetszett miniszterelnökként kormányozni, kormánytag volt, sokan szintén kormánypárti politikusok voltak 2010 előtt, és akkor nem iparkodtak annyira emiatt, nem jártak el Moszkvába, legfeljebb atomenergiai tárgyalásokat folytattak. Tehát én azt gondolom, hogy úgy lenne tisztességes, hogy ezzel is szembe tetszenek nézni, és nem csak a kellemest vállalni Bajnai Gordon örökségéből, ha egyáltalán lehet kellemesről beszélni vele kapcsolatban. Tisztelt országgyűlés! Szeretnék még annyit hozzáfűzni az indokoláshoz, hogy természetesen nem csak a múltat kell feltárni. Az LMP frakciója azért tett javaslatot 8 alkalommal az állambiztonsági múlt feltárására, és ismerjük meg azt is, hogy Moszkvában mi fekhet ott akár a magyar politikai elitről, mert azt gondoljuk, hogy a rendszerváltás, a gazdasági átalakulás szorosan összefonódott az átalakuló kommunista állambiztonsági elittel. Tudjuk meg azt, hogy azok, akik kirámolták ezt az országot 89 után, milyen titkosszolgálati információkkal rendelkeztek. Köszönöm szépen!